Vasárnap áttérünk a nyári időszámításra, egy órával kevesebbet alhatunk a hétvégén. Március 31-én vasárnap hajnalban 3 órakor 4 órára egy órával előre kell állítani az órákat, ugyanis kezdetét veszi a nyári időszámítás. Európában már 1976-ban bevezették a nyári időszámítást, az első ország, amely csatlakozott a kezdeményezéshez, Franciaország volt. Románia 1979-ben vezette be a természetes fény jobb kihasználásáért. Jelenleg a kutatók megosztottak abban a kérdésben, hogy a számok alapján van-e értelme az óraállításnak, vagy sem, a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az emberek közérzete jobb lesz tőle. A 132-es megyei út helyreállítási munkálatainak befejezéséhez szükséges beruházás elvégzésére írt ki közbeszerzést a Hargita megyei tanács. A munkálatok összértéke közel 8 millió 400 ezer lei áfa nélkül, amelyet az Európai Unió regionális operatív programjából finanszíroznak, vagyis a mai gazdasági helyzetben ez kiváló lehetőség a Hargita megyei cégeknek egy komoly beruházás elvégzésére. Borboly csaba, megye elnök felkéri a megyében működő cégeket, jelentkezzenek a kiírásra, akár összefogással, konzorciumokat kialakítva, hiszen mindenkinek érdeke, hogy az uniós források a megyében maradjanak, az itteni gazdaságot munkaerőt erősítve. A hirdetés megjelent a SEAP-on, azaz az elektronikus közbeszerzési rendszerben. A feladatfüzetet, a műszaki tervet és a munkálatok további részleteit az érdeklődők letölthetik a megyei tanács weboldaláról, vagy a wwwe oldalról, bővebb információt pedig a megyei önkormányzatnál kérhetnek. Húsvét másodnapján zárva lesznek a hivatalok, valamint a gyógyszertárok nagy része is Székelyudvar helyen, az üzletek többsége azonban rövidített programmal nyitva tart. Húsvét hétfőjén nem dolgoznak a közpénzügyi hivatalnál sem, és a posta is zárva lesz április 1-én. Ezeknél legközelebb kedden intézhetjük ügyeinket. Március 31-én, azaz vasárnap, majdnem minden bevásárlóközpont és üzlet zárva lesz Székelyudvar helyen. Kivéve a lidl és a Penit, hétfőn viszont már a legtöbb rövidített programmal fog működni. A Réka és a Tünde gyógyszertára kivételével az összes patika mindkét nap zárva